adórendelet módosítás tartalmazza azt az a kormányhivatal általi elvárást, hogy a vagyoni típusú helyi adóknál a négyzetméter alapú adóztatásról áttérünk a korrigált forgalmi értékű alapra. A telekadót érintő változás, melyről rendkívüli ülésén döntött a testület, önbevallás alapú január 1-től lesz érvényes, és mint azt a főjegyző hangsúlyozta, a magánszemélyek adózását nem érinti. A grémium tárgyalt az oktatási intézmények átadás-átvételi megállapodásáról is. Felújítottuk a sportcsarnokokat, tehát a második Rákócziban és a Deákban is, hogy ezt nem lehetne megtartani, és a végezbernek kiadni bérbe. Az alapfeladat ellátáshoz, az oktatáshoz tartozó minden vagyontárgyat és létesítményt átad kezelésbe az önkormányzat, ez központi döntés. A Klebelsberg központ tájékoztatása szerint a sportcsarnokok kiadásáért járó bevétel az iskoláké lesz, mondta el válaszában Süli János. Ha volna önmagában egy sportcsarnokunk, ami az iskolások is tornáznak, azt nem kéne átadnunk, de mivel az iskolába integráltak ezek a sportlétesítményeink, akkor az a központi döntés, hogy adjuk át, és az volt a rendezőjelv, hogy ahol a többlet igénybevétel van, azon nincs is, nem is lehet vitatkozni. Paks polgármestere arról is tájékoztatott, hogy a második Rákóczi és a Gazdag Erzsi iskolák, a Vakbottyán gimnázium konyhája, valamint a Pongrácz ház és egy bezerédés szolgálati lakás továbbra is az önkormányzaté marad. Ez szerepel a szerződésben, melyet december 14-én írnak alá. A testületi ülésen arról is döntöttek a képviselők, hogy 100 millió forinttal ismét megemelik a Mezőföldvíz Kft. Törzstőkéjét a közműadó és a rezsicsökkentés miatti veszteségei finanszírozására. Azzal feltétellel szavazta meg az önkormányzat, hogy akkor januárig alakuljon a képviselői testületbe egy külön bizottság, aki azért tekintse át a hosszú távú működésnek a fenntarthatóságát a mezőföldvízmű esetében, hogy most az önálló működési engedélyt megkapta a vízműhez, és érdekünk fenntartani a működőképességet ezzel a törzstők emeléssel. A szolgáltatást biztosítanunk kell. Emellett bízunk abban, hogy jogszabályi változás akár a szolgáltatás áfáját csökkentheti, akár a közműadót megváltoztathatja. Ezáltal jelentősen befolyásolható lenne az eredményesség, illetve a cég kintlévőségeinek kezelésében is számottevő változás érhető el, mondta el a döntés indoklásakor Süli János polgármester.